Üdvözlöm az arcképmás nézőit, Fornos Idé Júlia vagyok. Nem is gondolnák, hogy kit fogok önöknek ma bemutatni. Drahun Renátát, fodrásznőt, aki 3 gyermek édesanyja, dolgozik itthon és egy szépségszalonban is, vezeti a háztartást, szamócát termeszt, és, ami minket legfőképpen érdekel, Kárpátalján egyedülálló módon műveli a hajszövés művészetét. Maradjanak velünk, és minden szállat kibogozunk! Mesélj egy picit a gyerekkorodról, milyen kislány voltál? Hát elég makacs voltam. Mindig az ellentétét csináltam annak, amit édesanyám kért. Inkább olyan fiús típus voltam, mert nekem van egy bátyám. Amikor van az embernek egy bátyja, az teljesen másabb, mint amikor lányok közt nő fel. Akkor nem az a babázós típus voltál, aki szépen leült és simogatta a babáknak a haját, meg fésülgette. Nem igazán. És hol jártál iskolába? Baktai születésű vagyok, csak ide költöztem, vagyis ide jöttem férhez Muzsajba. 4 osztályt ott jártam, 4-től 9 osztályig jártam Csomára, és 9-től azaz egy évet tanultam még a Peteóba. Varónőnek egy évet tanultam, ott hagytam, megismerkedtem a férjemmel. 6 hónap udvarlás után megérte a kezem. Összeházasodtunk, utána elmentem a Varodába dolgozni, ott dolgoztam egy évet, és kimentünk Magyarba. Hát én egy évet voltam kint, teherbestem az ikrekkel, úgyhogy haza kellett jönnöm. Férjem az még ott maradt, és akkor utána megszülettek az ikreke, ő is itthon maradt. Régi álmom volt a fodrászkodás. Csak én ide kerültem, itt az utcánkban 2 fodrász is volt, és úgy voltam vele, nem tanulok ki felesleges, mert nem gondoltam, hogy lennének vendégeim. És akkor úgy alakult, hogy az egyik kiment külföldre lakni, az egyik fodrász, a másik teherbe esett, és úgy döntöttem, hogy én megyek ki, tanulok. A pici lányom pár hónapos volt, még egy éves se volt. Mondom a férjemnek, hogy szeretném ezt csinálni, mondta a férjem, hogy támogatott ebben, hogyha szeretnéd, próbáld meg. És elmentem. Hát tanulgattam, de ezt bátran kijelenthetem, amit tudok, azt magamtól tudom, mert saját magamot fejlesztettem. Így magával sodort, amikor dolgozom, és ezt így őszintén mondom, teljesen kikapcsolok. Szóval nekem ez az, hogy nálam első helyen az áll, hogy szeretem ezt csinálni, és a pénz áll a második helyen, de ezt tiszta szívből mondom, hogy ez így van. Hogy van olyan tényleg, hogyha felhívnak, és mondják, Reni, kéne egy frizura, ez legyen 9:30 este, vagy legyen hajnali 4 óra, vagy 5 óra, vagy legyen vasárnap, én mindig elvállalom. Van olyan, hogy tényleg hullafáradt vagyok, mert 3 gyerek is kimerít, meg mellette az otthoni dolgokat is csinálom, de szerintem, ha az ember szeret valamit, azt hullafáradtan is meg fogja csinálni. Szeretek másoknak örömet okozni ezzel. Nem szerettem soha az egyhangúságot, mindig arra törekedtem, hogy mindig valami újat. Elmentem a szalomba dolgozni, 2 éve ott dolgozok, nagyon szeretem a kollégáimat, tényleg mi olyanok vagyunk így egymásnak, mint egy család. Az itthoni munka, meg a benti, az más, amikor egy kollektívával dolgozol, így azért sok emberre találkozó, emberek közt vagy, az kicsit más. És akkor én úgy döntöttem, elkezdtem versenyekre járni. Tavaly voltam a Szabolcs kupán, ott láttam először ezt a szövést, és nagyon megtetszett, mert nálunk Kárpátalján még nem láttam, és nincsenek is ilyen hajszövők, ez már úgy mondom hajszobrászat. Nagyon megfogott a versenyen ez az egésznek a szépsége, a szövésnek a szépsége, és úgy döntöttem, utána nézek, hogy is működik ez az egész. És akkor néztem a videókat, minden, és akkor próbálgattam. Szövés annyira egyedi, annyira gyönyörű, szép dolog, hogy ezt fogjátok látni, és be is fogom nektek mutatni, hogy is működik, és hogy milyen szép, amikor egy modellen az a kész frizura már meg van csinálva.
tényleg nagyon jó. Térjünk vissza még egy picit arra az időszakra, hogy teherbestél, még nem is tudtad, hogy ikreid lesznek. Az ikrekkel azért picikét nehezebb egyszerre kettő induló anyukaként. Éreztem amúgy, mi tudtuk, hogy ikrek lesznek, és ultrahangosabb voltam még. Nálunk nem is volt kérdés, hogy nem lesznek ikrek, mert hogy férjem is iker, nekem nagybátyáim is ikrek, nagyapám is iker volt, és nagyon sok iker van a családban. Figyelmesebb lettem arra, hogy két hónaposon már elég nagy volt a pocakom, úgyhogy elmentem Pesten ultrahangra, és ott ez érdekes volt, lefeküdtem, és néz a doki, mondja, hogy a kis szesztrának, hogy hány milli, meg minden, és én felültem, és mondom, csak egy van, és rám néz, és akkor, hölgyem, mennyi kéne? Ugye, kicsit letörtem, igen, lefeküdtem vissza, és akkor húzza odébb az ultrahangos készüléket, mondja, hú, itt van még egy, keresünk még egy harmadikat, mondom, nem. Úgyhogy megéreztem, hogy kettő lesz, és a férjem is. Éppen dolgozott, mentem a munkahelyére, és megyek, ő jön, na mi van, kettő lesz, és mondom neki, igen. És az olyan, az az öröm, meg amit akkor átéltünk, nem tudom. Hát gyermek az egy áldás. Nehéz volt kettővel, természetesen nehéz volt, fiatal is voltam, de olyan hamar felnőttek. Elindultak az iskolába, és hát besikerült a kicsilányom, kicsilányunk, nagyon imádjuk, szeressük. Hát eleinte össze voltam törve, mert mondom, most másztam ki, két gyereket neveltem, nehéz is volt, de tényleg nagyon nehéz volt velük. Egy éves korukig azt sem tudtam, mi az alvás, míg elindultak, tudod, egy gyerek után elég szaladni, nem amikor az egyik oda szalad, a másik irányba szalad. Kicsit nehéz volt ezt nekem így átdolgozni, hogy fú, most megint babázzak, meg minden. Na de, hála a jó Istennek, minden jó ment. Van a háztartás is, van három gyerek, és akkor most elmegyek, és kezdek valami teljesen újat eddig. Gyerekkoromtól olyan voltam, hogy mindig szerettem a kihívásokat. Nem szerettem soha ilyen egyhangú dolgokat csinálni. Mindig többet akartam. Arra döntésre jutottam, hogy nekem ez így nem elég, nekem kell még valami más. A háztartás mellett úgy döntöttem, hogy elmegyek fodrásznak is tanulni. Az kellett nekem ahhoz két év, ahogy teljesen azt mondjam, hogy megvan a vendégköröm, és kész, sokkal fullba vannak, és minden napra van munkám. És így lassan-lassan beindultam, sok munkám volt. Mikor jött közbe a szamóca termesztés? Hát ezt ugye férjemmel döntöttük, mert van telkünk, 50 szoteket beültettünk szamócával, és utána úgy döntöttünk, hogy van egy 47 méteres fóliám a kertben, úgy döntöttünk, hogy oda is teszünk most szamócát az idén, mert tavaly uborka volt, ami nem igazán sikerült, mert hát nem volt ára a piacon. Úgy döntöttük, hogy hát szamócázunk, akkor szamócázunk. Most látok magam előtt egy szép, dekoratív fiatal nőt három gyerekkel, és akkor még azt mondja nekem, hogy szamócát is termeszt. Akkor mondd el, légy szíves, hogy működik egy napod, mert az előbb még azt is említetted, hogy akár hajnali 4 órakor is csinálsz egy frizurát. Hát így van, ez főleg esküvőknél szokott előfordulni, amikor, és nem túlzok, van, hogy 15 frizurát kell megcsinálnom reggeltől, mit tudom én, 2 óráig. Én olyan vagyok, mint egy motor. Elég, ha leül a vendég, benéztem a tükörbe, látom, hogy az arcának milyen stílusú frizura élik, beindult a kezem és csinálom. Hány óra alvásra van szükséged egy nap? Hát 5. 5 óra is simán elég, igen. Átlagos hétköznap 5 órakor felkeltél. Mi történik utána? Hát felkeltem, gyerekeknek reggeli, ha mennek suliba, elkészítem őket, kikészítem mindenkinek a ruhát, elviszem a suliig, ha megyek dolgozni, ha nem, akkor egyedül elmennek, és akkor jön a főzés, a hát mosásnak nem mondhatom, mert már mosógépbe betettük, kivettük ennyi, a takarítás, és az itthoni dolgokat igyekszek reggel mindent megcsinálni, és utána beállok dolgozni. Ha nem itthon, akkor a szalomba. De van olyan, ha bemegyek a szalomba, dolgozok, mit tudom én, reggel 8-tól délután 3-ig, hazajövök, van, hogy csak beköszönök a gyerekeknek, és megyek hátra, és van, hogy 9:30-kor jövök be, meg 9 órakor. Van ilyen is.
És akkor mikor mész a szamócába? Fóliába általában hajnalba kell menni, amíg nincs a nagy meleg. Vannak most munkások, mert vannak, de én olyan ember vagyok, hogy szeretem, amikor én csinálom. Szeretem, amikor beállok, és én csinálom. Akkor tényleg a fodrászat közben pihensz? Megkapcsolsz ki? Hát valamilyen szinten igen. Mit tudnál tanácsolni annak az embernek, aki mondjuk, akinek olyan nehezen mennek a hétköznap? Legyen 3 gyerek, vagy legyen 4 gyerek, sohasem késő küzdeni az álmaiért. 3 gyerek mellett is igenis meg lehet csinálni azt a feladatot, ami egy nő dolga, persze na, főzés, takarítás és a gyereknevelés, na meg plusz a kerti munka, mert én is ezeket, mindezeket megcsinálom még a munkám mellett, és szerintem soha nem késő harcolni az álmainkért. Ha vannak álmaid, akkor azokért tenni kell. És akkor majdan, amit fogunk látni, a hajszövés is egy ilyen álom volt neked? Igen. Maga a hajszövésnek a szépsége is tetszett. Mondom, hogy amikor voltunk a Szabolcskupán, én először ott láttam ezt a hajszövést, és úgy bennem maradt, és én azt mondtam, hogy na, én megtanulom ezt, és olyat fogok csinálni, amilyet itt senki nem csinál. De ha olyat csinálsz, amilyet senki nem csinál, akkor nagyon sok munka kell ahhoz, hogy rágyere, hogy hogyan kell csinálni. Persze. Vannak olyan neves fodrászok, akik már megdicsérték a munkádat. Hát igen, a tavaly Hajas László itt volt a Kárpát kupán, akkor is szövéssel indultam. A Berendi család, ők pestiek, ők is a zsűribe voltak, és mindenki megdicsérte a hajszövésemet. Hajas Laci mondta, hogy ilyen tiszta és precíz munkát nagyon ritkán lát, mert a szövések az mind úgy volt kihúzogatva, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Csak hát sajnos nem nyertünk semmit, de akkor sem voltam letörve, mert tudtam, hogy 100%-ra teljesítettem. Tehát, hogyha magadnak teljesítesz, akkor te elégedett vagy. Mondjuk van olyan, hogy meg tudnak ingatni. Van úgy, hogy lelkileg összetörök, mint a verseny után is. Nagyon csalódott voltam, és azt mondtam, na, én többet ezt nem csinálom, én többet nem megyek, de most is készültem amúgy. De úgy döntöttem, hogy így az emberek felé nem egy frizurát fogok megmutatni, hanem 5-öt, és olyan 5 frizurát, hogy a maximumot ki fogom magamból hozni, hogy tényleg, hogy ilyet ritkán látni. Itt teremtek köröttünk közben a gyerekek is, a 2 iker, fiú és egy lány, ugye Daniella és Artur, és a legkisebb pedig Viktória. Hát Viktóriáról tudom, hogy ő majdhogy nem a nyomdokaidba szeretne lépni, nem fodrász szeretne lenni, hanem mi szeretnél lenni, Viki? Sminkes. Sminkes szeretnél lenni. De látom, most is ki vagy sminkelve. Igen? Te sminkelted magad? Igen. És Daniella mivel szeretne foglalkozni majd még? Gyerekorvos. És Artur? Te még nem tudod, ugye? Még az is lehet, hogy Viki mindjárt is sminkel engem, jó? Rendőr akart lenni. Rendőr akartál? Büszkék vagytok anyára? Igen. Most akkor megnézzük, mi is az a hajszövés. Maradjanak velünk! Először megvolt az alap, tehát felfogtad a haját, ugye? Csak igen. Sima covba fogtad fel a hajat, és akkor aztán tincsenként kezded el szőni ezt a típust. Igen. Mert ez abszolút természetes hajból lesz szőve. Használok póthajat olyan esetben, amikor egy haj nem egyenes, fokozatos, mert
mint mondtam, a szövést, ahogy elkezdem egy szállla, egy tincse, nekem azt végig kell vinni. De ha fokozott egy haj, akkor az kicsúszik, és szétesik maga a szövés. Úgyhogy hát a modellemnek gyönyörű, szép, egyenletes haja van, és ezt úgy döntöttem, hogy ez telibe lesz szőve, póthaj segítsége nélkül. És akkor megvolt az alap, felfogtad, és hány szálból kell ezt elindítani? Elindítani 3 szálból, és akkor mindig adódik hozzá több és több és több. A szövés olyan hajon mutat szépen, ami egyenletes, egyenletesek a szálak, nincs fokozás benne, mert ahogy elindulok egy szállal, nekem az a szál el kell, hogy érjen a végéig. És a szövés, hogy szép, tiszta legyen, mindig olajozom a kezemet, hogy ne szöszösödjön össze a haj. És akkor egyszer felülről veszem, egyszer meg alulról, és akkor így. És hogy nem kevered össze? És ebből most milyen formát csinálsz? Hát ez egy ilyen simléterszerű forma lesz. Olyan dolog, hogyha a kezed rááll, így már automatikusan már, mint egy motor beindul. Persze, neked. Szóval. Én már csak azt nem értem, hogy lehet ezt egy videó megosztó csatornáról megtanulni. Sokat gyakoroltam. Vettem egy próbafejet, volt műhajam, és akkor azt úgy oda csatoltam és próbálgattam. Egyenlőre pihentetjük, és ez még ki lesz húzogatva jobban, csak jól beolajozzuk. Ha beolajozzuk, könnyebb szőni is, csúszik a haj, meg nem lesz összös. Szép tiszta formázható. Igen. Akkor majd a következő tincs, akkor ez lesz, és ezt is hozzászövöd majd ahhoz? Nem, több részből fog állni. Most mindjárt megint leveszek egy részt, azt is megszövöm, szövök több részt belőle, és akkor úgy összekombinálom az egészet. És akkor ezt a részt úgy fogom formázni, ahogy szeretném. Mindig lagozzuk, már a szövésnek az a lényege, hogy jó kemény legyen. Jut eszembe. Még tanít azt is, és itt is van az egyik tanítványod, hát ugye? Hát igen, ő Helénke, most végzett. Még rajta kívül van 3 tanítványom. Miközben valakinek csinálod a haját, vagy vágod, vagy frizurát készítesz, a közben tanítasz. Így van. Én többnyire a tanítványaimat úgy tanítom, hogy gyakorlatba, mint elméletben. Nem elméletizünk, hogy egy hónapot, 2 hónapot, hanem na most van egy frizura, álljunk be, csináljuk, és így van, hogy már én például első nap már megmutattam neki, hogy kell becsavarni, meg bekrepelni egy hajat, beállítottam, tessék, csináld. Azt mondjam, csináljam, persze, csináld, mert így tanulja meg az ember. Elméletben is elmondom, persze, de gyakorlatban sokkal jobban meg fogja tanulni, hogy beáll, csinálj, nem sikerült, szétszedte, újra kezdi. De neked az nem kimerítőbb, hogy közben még tanítani nem, is kell, meg közben nem, még csinálni is? Nem, mert nagyon szeretem őket, nagyon figyelmesek, úgyhogy semmi probléma nincs velük, hál' Istennek. Mennyi idő alatt
tanultad úgymond ki az alapokat, mert hát ugye mindig van majd hova fejlődni. Mennyit jártál Renihez? Három hónapot? És ez alatt az idő alatt mindenfélét csináltál? Igen. Sokat segített, mert pont olyan időszakban jött, hogy ünnepek előtt, és fullba voltam. Úgyhogy ketten dolgoztunk, nélküle semmire nem mentem volna. Ez már konkrétan hajszobrászat, ha jól sejtem. Hát igen. Szépen most igazgatom a szövést, mert eddig csak ez csak így össze van szőve, de már a formáját akkor csinálom, amikor rakom össze fel a koncepciót, hogy hogy is fog kinézni. Szögezzük le, hogy ez nem egy szalmakalap, hanem ez egy hajkalap. Így van, ez is hajból áll. Össze van szőve. És ez póthajból szőtted így össze van. Külön. Így és van. Aztán tetted a modellet. Hát csináltam egy alapot, amire megszőttem és ráraktam. Többszöri lagozással, hogy lagoztam, szárítottam, hogy egy kicsit megkeményedjen, hogy tartsa a formát. Így van. Hány óra munka egy ilyen kalap elkészítése? 8 óra hossza. Mennyire vagy elégedett a mai nappal? Hát úgy gondolom 100%-ra teljesítettem, amit elterveztem, úgyhogy elégedett vagyok vele. Teljesült az álmod, így van. Így? Én már ezt is meg tudom csinálni, ez az álom mellé egy pipa kerül? Hát igen. Gratulálok hozzá. Köszönöm szépen. Egyszerűen és nagyszerűen. Drahu Renáta fodrásznő így éli mindennapjait. És így talál ki magának újabb és újabb kihívásokat. Mint például ez a mai alkalom is, ahol bebizonyítottam magának és nekünk is, hogy az álmaink valóra válhatnak. Csak akarni kell. Ne feledjék, a legjobb tanácsot a fodrász adja. Emeld fel a fejed! Várjuk Önöket a legközelebb is, a viszontlátásra!